bővült a műsor, Lukácsi Katalin vagyok, és hát csapjunk is rögtön akkor a közélet lecsójába. Most leginkább az égeti a közélet témáit, hogy a Corvinus nem állami, hanem alapítványkézbe kerül, és veszélybe érzik az állami helyeket és az ingyenes felsőoktatást. Ti Áron az LMT-vel szerveztetek egy tüntetést tegnap. Belemesélni róla, hogy mi történt? Annyi kiegészítést tennék, hogy a tüntetés nem az LMT, hanem az LMT ifjúsági szervezete hozta létre. A tüntetést hirdettünk meg a tegnapi napra, egy fákes felvonulásról volt szó, ahol a Corvinus egyik épületétől a másik épülethez vonultunk. A tüntetés sikeres volt, hiszen több mint 200 diák, illetve támogató csatlakozott a tüntetésünkhöz. Beszédek is elhangzom, és hiába, hogy egy alapítvány fogja átvenni ennek a fenntartását. Azt ígérik, hogy majd lesz egy ösztöndi program, ami kiváltja az állami félidejeket, de nyilván ezt nem tudjuk elképzelni, hogy a szokásos fizetés nyújtás lesz a vége, és nem a csókos gyerekek kerülnek meg az egésznek a kedvezményezett kémét. Illetve azt is megfogalmaztuk, hogy sajnos a korrupciók egyetlen nem képviselő diákok érdekeit, hiszen csupán annyira voltak képesek, hogy sajtók közleményben elítélték a tüntetésünket, illetve garantálták, hogy természetesen az ösztöndi program az hiteles lesz, és minden rendben lesz. Innen is köszönjük nekik az ingyen reklámot, és még a hők a napokban a snowboardos buliukat népszerűsített, addig tüntetést szerveztünk a Corvinusért, ebből is látszik ki, ami a fontos. Az aggasztó. A többi párt képviselőt is kérdezném akkor sorban. Attila, te jobbikusként hogyan viszonyulsz ez a kezdeményezés az a kormány részéről, hogy most ez szabadabb lesz írjátós oktatás, vagy éppen, hogy tényleg útizásban hagyjuk? Kitől látném a hírekből a Fidesz nevet és azt, hogy az a korábbi tapasztalataimat, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó, hogy a kormány hozzájön a felsőoktatáshoz, hiszen a felsőoktatási rendszer azt már nagyon régen nem változtatták, és igencsak ráfér az, hogy egy komoly változtatás történjen. És hát mivel nem vonhatom ki ezeket a dolgokat, amiket említettem, ezért a aggodalommal közelíti meg a Jobbik ezeket a híreket, és úgy érezzük, hogy veszélybe került az ingyenes államnak támogatott felsőoktatási helyeknek a száma. Erre az is utal, hogy már mondom, az, ami önmagában nincsen semmi gond, hogy alapítványi kezelésbe kerülhet az egyetemnek a vezetése, de magával azzal, hogy bizonytalanná vált mind a ott dolgozók érzései alapján is, mind a mi meglátásunk alapján is a felsőoktatás képzése. Sőt, én úgy tudom, hogy ki is mondták azt, hogy 2020-tól már nem lesznek államilag finanszírozott helyek a Corvinus Egyetemen, hiszen mindenképpen növelni akarják a külföldi tanulóknak a létszámát és a fizetős félidejeknek a számát, és majd valamilyen ösztöndi rendszer, amiről semmi nem szólt igazából, csak az, hogy valamilyen ösztöndi rendszer lesz. Azt nem gondolom, hogy még aggasztóbb az, hogy azt is kijelentette az állam részéről képviselő, hogy ezt a modellt, ezt nem csak a Corvinuson, hanem többi állami finanszírozású egyetemen is bevezetnék, ami azért is álságos és szerintem felelőtlen, mert akkor ezzel a módszerrel, ezzel a metódussal igazából a férőhelyeknek, tehát az államilag támogatott férőhelyeknek a száma máshol is lecsökkenne, nem csak a Corvinuson. És ezt tulajdonképpen veszélybe sodorná a Magyarországnak a oktatásban a jövőjét, hiszen Magyarországnak nagyon kevés az egyetemet végzett diplomás aránya az Európai Unióban sereghajtók vagyunk, 24%-ra dolgozó 25 éves, 65 éves rétegben a egyetemi diplomával, főiskolai diplomával rendelkezőknek a száma, tehát itt most más módszerekkel kellene, és támogatni kellene az ifjúságot abban, hogy egyetemre kerülhessenek ösztöndíjra is. Kedves Norbi, ráadásul a ti MSZP helyzete talán sajátos, mert hát pont azzal a Orbán Viktorral kell konfliktusba kerülnötök, aki valaha ellenetek tüntetett, hogy ti most hogyan álltok a felsőoktatáshoz? Hát én úgy gondolom, hogy most már tökéletesen látszik, hogy Orbán Viktoréknak nincs szükségük a gondolkodó fiatalokra, hiszen most ezzel a döntésükkel ismét rengeteg fiatalt fognak kiszorítani a felsőoktatási intézményekből. Nyilvánvalóan a fideszes oligarchák, illetve a fideszes oldalhoz tartozó gyerekeinek ezt mivel ki fogják tudni fizetni az ő szüleik, és én azt gondolom, hogy most ismét a szegényeket sarcolják úgymond meg, mert a szegény családoknak nem lesz erre pénzük. Orbán Viktoréknak nincs szüksége a tudás alapú társadalomra, hiszen veszélyt
ők beszédforrásként élik ezt meg, a gondolkodó ember. Én úgy látom és úgy tapasztalom, hogy, hogy egy valami fontos számukra az, hogy az emberek a napi robotmunka után hazamenjenek, bekapcsolják az állami köztévét, és az folyamatosan mossa az emberek agyát, és ők ezt szeretnék, hogy ez így maradjon. Ó, de egy aggasztó jövőkép is, hogy lehet ezt a... Igen. Hasonlóan látjuk sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban látszódik az, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta elindult egy olyan folyamat, ami nem a demokrácia alapkövét akarja egyre jobban letenni, hanem elindultunk egy autokrata kormányzás felé, és ez az autokrata kormányzás is áthajlik lassan egy diktatúrikus kormányzásba. Na most, ahogy Norbi az előbb mondta, ugye Orbán Viktornak nem az a célja, hogy az értelmiséget nevelje ki a társadalomból, hanem egy szalladmunkások sokaságát, mondhatni ilyen azeri vagy kínai mintára valósítsa meg itt Magyarországon. Ezt meg úgy tudja elérni, hogy ahogy látjuk, ugye például itt a Corvinus példája is, ami most egy kísérleti alany is ebben a rendszerben, hogy is fogalmazzak, minél több diák érvényesülni. Na most az, hogy fizetős lesz, innestől kezdve csak a pénzet szülők gyerekei tudnak oda járni. Na most Magyarországon mely szülők fogják ezt megengedni? Csak is a párt közeli, az oligarcha, a családok közeli vállalkozóknak a gyerekei fognak oda járni. Magyarul, aki tehetséges, de szegényebb családból származik, annak a jövőképe elég rossz. Magyarul mehet egy külföldi vállalathoz, szalakozóhoz. Számomra az aggasztó ebben a történetben, hogy valóban a minisztérium tiltakozott, hogy nem akarják megszüntetni a államinak, nem akarják megszüntetni az ingyenes oktatást, hiszen ösztöndíjat adnak majd a nagyon jó, kiváló teljesítményű diákoknak, csak itt az a becsapás, és erről lezeti a kormány, hogy de az, aki szegényebb sorsú, nehezebb körülményekből indul el, az nagyon szinte irreális, hogy olyan magas szinten tudjon teljesíteni, hogy rögtön megcélozza az ösztöndíjas helyeket. Tehát ez egy becsapás, hogy nem beszélünk arról, hogy nem elég csak az egyetemen ösztöndíjat adni, hanem rengeteg sok támogatást kellene a középiskolákban már, meg ráadásul még az óvodában is, már ott akkora nagy szegregáció indul el. Tehát szerintem ebben a legérzékenyebb kérdés az, hogy hogyan lehet felzárkóztatni a hátrányos helyzetűeket. Nem akarnám megint itt mindenkinek megadni a szót, aki hozzákat. Én azt tenném hozzá ezt, hogy szegényebb családokban is vannak jó képességű, tehetséges tanulók, és azok is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy egyetemet végezve utána kiváló szakmai munkát végezzenek. De már maga, ahogy mondtad is, a középiskolában, általános iskolában, középiskolában is igen nagy terhet ró ezekre a családokra, hogy eljussanak oda, és az egyetemi ösztöndíjat, ha nincs egy általános, most jelenlévő rendszer, hanem majd pályázni kell, meg majd valami bizottság majd eldönt, hogy kit vegyünk fel ösztöndíjat, kit ne, akkor az olyan képességekkel kell rendelkezni, és már olyan erőmenettel lehet rendelkezni, olyan nyelvvizsgával, olyan tudással, ami szintén pluszköltségeket igényel, hiszen a középiskolában, a gimnáziumban nem kapják meg ezt általában a diákok, hanem külön órára kell járni, külön erőforrásokat kell beletenni a diáknak is, meg a szülőknek is, anyagi erőforrásokra is gondolok. Tehát itt már az esélyegyenlőségnek a lehetősége nincsen meg. És a külföldi angol száz egyetemeken, ahol hasonló az ösztöndíj rendszer, az is csak az illúzióját teremti meg az esélyegyenlőségnek, tehát ott sincs sem áll. Tehát mindenképpen igaz az, amit itt a többiek is elmondtak, hogy csak egyeseknek fog szólni az oktatása a jövőben, ha így folytatódik tovább. A másik, amit megemlítettek, az az, hogy jó, átadom a szót, nem tudom tartani. Én talán egy gondolatot tennék ehhez hozzá, hogy én szerintem a felsőoktatásnak az ügyét, ezt minél inkább az autonómia felé kéne átolni, hogy független legyenek az államtól a felsőoktatási intézmények, és nem pedig a felé, hogy ezt is bedarálják egy ilyen központi hatalom alá. Én jelenleg is koordinációs diák vagyok, és így elmondhatom, hogy egyébként arról senki nem beszél, hogy nem csak az állami ösztöndíjas helyek miatt szűnnek meg nagyon sok embernek a tanulási lehetőségei,
hanem erre sok családnak már ez is problémát okoz, hogy eljussanak odáig a gyerekei. Ugye gondoljunk csak bele, hogy nem mindenki Budapesten él, tehát valami valamit össze szeretne tanulni, akkor albéletet kell fizetni, megélhetési költségei vannak, plusz ehhez még jön hozzá a tandíj, ez nyilván sok szülőnek nem megengedhető, és szerintem emiatt elfogadhatatlan az, hogy megszüntetnek állami félőhelyeket. Mindenkinek ingyenesnék kellene tenni az első diplomát, hogy tehetségük révén ezek a gyerekek Magyarországot gazdagítassák később, ne pedig kimaradjanak a felsőoktatásból. Ugyanakkor a tüntetést követően az RMP ifjúsági szervezete ma egy petíciót indított el, ezt a lehet másodjogot.hu weboldalon bárki el tudja írni, ezt a tandíjmentes felsőoktatásért hoztuk, hogy részt vettünk, hogyha mindenki támogatná ezt. Mi majd pont a Három Magyar című műsorban Bort Péter Ákossal fogunk erről beszélgetni, aki pedig a Corvinuson tanít, de nekem még egyetlen egy gondolat merült fel ebből a témában, de majd haladunk el tovább, hogy egy tisztességes politikai kultúrában a Fidesz ezt a kormány a választási programjába beletette volna, hogy ő ezt fogja megcselekedni rögtön a vágyat. Hát volt egy. Megcsináljuk. Meg folytatjuk. És még egy megint volt egy. A katasztrófa az az, hogy most már nem csak a felsőoktatási intézmény elvégzése után döntenek úgy a fiatalok Magyarországon, hogy elmennek külföldre dolgozni a normális megélhetés reményében, hanem már a középiskolások azon gondolkoznak, morfondíroznak, hogy melyik külföldi egyetemre menjenek el. Én utána néztem, a Jobbiknak a sajtóközleményében benne volt, hogy Magyarországon néhány éve nincs olyan egyetem, amely a világrangsor, az egyetemek rangsorában az első 500-ban benne lenne. Ez döbbentő volt ez az adat, és megnéztem, hogy mi volt korábban. És azt lehet látni, hogy durván 2004-től 2014-ig, 15-ig azért az ELTE és a Szegedi Egyetem ott szerepelt a 300-ahányadik, 400-adik helyen, és egy ilyen lineálisan lefelé süllyedő módon 2014-15-ben eltűntek a rangsorból. Azért ez katasztrofális, hogy 500, az első 500-ban nem vagyunk benne. És most ugye az a cél, nagyon jól hangzik, hogy a Corvinus legyen az első 200-ban, körülbelül 2030-ra. És akkor mi lesz a BME-vel, vagy az ELTE-vel, vagy az összes többi egyetemmel, akár az orvosi egyetemekkel, amik híresek voltak, amikor mondjuk oda jártunk egy évtizedekkel ezelőtt. Hát igen, ez azt látjuk amúgy, én gondolom, hogy ez a kormány, az a politika, amit eddig folytatott, az nem csak az egészségügyet, de az oktatást is teljesen tönkretesz. És tényleg ahhoz, hogy egy ázsiai mintára megvalósított diktatúrát hajtson végre itt Magyarországon, jó úton jár a felé. Az országos téma után akkor folytassuk egy helyivel, de még egy országos felvezetővel, ugye a hét elején attól állt meg Budapest, hogy Erdogan egy keleti diktátor járt körünkben, és hát szinte lakhatatlanná mas-szerűvé vált Budapest belvárosa. Hát ilyen állapot szónokon soha nem valósulhatna meg, hogy ne lehessen közlekedni a városban. Tényleg így gondoljátok? Elárulom neked, hogy szónokon, a belvárosban és a környékén minden nap itt van Erdogan. És Putin elnök úr is látogatást szokott tenni, és akkor ezeken a napokon másfél-két óra, mire a külterületekről a belvárosba be lehet jutni. Szolnokon katasztrofális a Szolnokot körülvevő utaknak a helyzete, de a belvárosban is nagyon rossz minőségűek, tehát a város belsejében is nagyon rossz minőségűek az utak. Most orvosként azt mondhatnám, hogy a Magyarország egy élő szervezet, akkor itt az úthálózat egy érhálózat, tehát a Szolnoknak a vérellátás akkor nagyon rossz így, és ez ugye a gazdasági vonatkozásában is megnyilvánulhat. Informatikusként meg azt tudnám mondani, hogy mondjuk a jövő informatikáját most az vezeti, hogy könnyen autókat terveznek, ebben azért részem is van, és itt Szolnokon mindig azon gondolkozom, hogy könnyen autó ide. Tehát itt ilyen holdjárót, meg masjárót kellene építeni, ami át tud menni ezeken az utakon. Viccet félretéve, igazából az a probléma, hogy nagyon-nagyon sok éve nem épült már, meg 2006-ban megígérte a polgármester, hogy majd lesz Szolnokot elkerülő út kétszer-két sávos, és ez még a mai napig nincs meg, tudjuk, hogy miért nincs meg. És a Szolnokot ívelő kelet-nyugati és észak-déli utaknál, ha csak egyik helyen történik egy karambol, vagy egy valamilyen kis utakadály, akkor tulajdonképpen az egész városból beterelik a teljes forgalmat, és akkor teljes katasztrofális a helyzet. És ez az a baj, hogy ez nagyon gyakran előfordul. Tehát egy kétszer-két sávos út nagyon kellene éjszakról, és hát hidak ellenének, amivel a Tiszán át lehet tudni menni. Még egy mondat elejéig, hogy egy nagyon fontosat megmondjak. Én követtem
a jelenlegi városvezetésnek a fórumait, amikor a lakosság ugye a közlekedési problémákról beszél. A kicsi problémákra azt mondják, hogy ezt majd megoldjuk, aztán ez elfelejtődik. A nagy problémákra, ugye a délről feljutás, vagy a kelet-nyugati irányban, hogy mikor lesz megépítve az autóút, arra pedig csak ugye halogatnak időpontokat, és azt mondják, hogy azért van ez a probléma, mert hogy nem gondolták akkor annak idején, hogy ilyen sok autó lesz valamikor, és ilyen sokan autóval mennek. Hát igenis, amikor megtervezzük egy városnak az úthálózatát, akkor előre 5-10-15 évvel kell tervezni. Tehát most, 2018-ban meg kell tervezni, hogy 5-10-15 év múlva milyen lesz Szolnok, vagy milyenre gondoljuk, hogy lesz, és ahhoz mérten kell az úthálózatot, nem pedig egy ad-hoc kis megoldásokkal. Nemrég 4 milliárd forintot költöttek el útépítésre Szolnokban, és én ennek azért a nyomát azt nem látom. Még egy poénra csatlakoznék ahhoz, hogy Szolnokon ezek szerint erről mindennapos vendég, hogy 2006-ban Bush elnök járt Magyarországon és Budapesten, akkor járt ez a poén, hogy akkor minden sáv Bush sáv volt. Úgyhogy ezek szerint itt is minden sáv Bush sáv Szolnokon. Hogyan látja ez az LMP? Kellenének az elektromos autók? Nyilván kellenének. Szolnokon is mi ez a probléma, mint az ország más városaiban. Infrastruktúra és beruházások nem valósultak meg. És csak látszani intézkedések történnek, aszfaltozások, némi kiavítás. Jól mutatja ezt az Ady Endre út példája, hogy új aszfaltot húztak, és nem cseréltek el a csöveket, nyilván neki is lett az eredménye. Lett egy jó kis csőtörés Szolnokon, ami hetekig megnyitotta a várost. Az NMP szerint is sokkal többet kellene az infrastruktúrális közlekedésre fordítani, illetve egy megfelelő tömeg közlekedési hálózat kiépítésével Szolnokon is elkerült lenne a dugó, hiszen nagyon sok ember nem azért használja az autót, mert kényelmesek, mert nincs más lehetőség. Hogyha például valaki városi közlekedést szeretne használni, ugye villamos hálózat Szolnokon nincs, csak autóbuszok, nagyon ritkán járnak az autóbuszok. Ezzel változtatni kéne mindenképpen. Aztán mit is csináljunk, hogy kint érdekel a miniszter úr javasolt, hogy mindenki jöjjön át egy másik autóba, és akkor szól lenne. Ez egy eléggé papadós megoldás. Hogy látja ezt az MSZP? Mi már régóta javasoljuk Szolnokon a Csáklya úti új Tisza hídnak a megépítését, hiszen ez nem engedné be a belváros felé a hatalmas forgalmat, és így sokan kerülni tudnának, akiknek nem feltétlen lenne dolguk a belváros környékén. Engedjétek meg egy kis viccet nekem, hogy ugye sűrűn halljuk Szolnokon, hogy Szolnok a vizet városa. Én szerintem lassan oda jutunk, hogy kitehetjük a Szolnok tábla alá, hogy Szolnok a kocsamásos balesetek városa is, hiszen én is, ahogy autózom a városba, vagy akár gyalog sétálok, egyszerűen nem lehet már lassan olyan helyszínt találni Szolnokon, ahol legalább naponta egy kisebb kocsamásos baleset ne történne meg, vagy ne látná az ember. Szerintünk a végső megoldás egy állandó körgyűrű jelentene, ami elkerülné Szolnokot, és így a város közelében sem torlódna fel a forgalom, hanem tudnának átmenni az emberek akadálytalanul. Dékán, ezzel kapcsolatban van sajátos programja? Nézzétek, Szolnok az egy 81 ezres város volt. 2010 óta rengeteg fiatal hagyta el a várost, most jelen pillanatban 71 ezeren laknak Szolnokon. Viszont ezzel ellentétben ugye a gépkocsiknak a száma megnövekedett. Úgyhogy Attilára visszakanyarodva egy kicsit, igen, a Fidesz tudta, hogy csökkenni fog a népesség, viszont tényleg nem számoltak azzal, hogy a gépkocsik száma meg növekedni fog. Ugye sokak Magyarország a programban Orbán Viktor körbejárta az országot, majdnem minden, sőt biztos, hogy minden megye székhelyen is volt, több milliárdot beígért mindenhol, és ennek ugye egyik része volt az, hogy Szolnokon is ugye nem csak a úttesteket, járdákat, biciklis utakat újítják fel, illetve a közutak egy részét. Na most meg kell figyelni, hogy mikor kezdenek újítani valamit, mikor jön valami választás, országgyűlési választás, önkormányzati választás, akkor egy kis aszfaltot lenyomunk, azt el van intézve minden. De ezzel nem mondjuk meg a problémát. Szóval onnantól kezdve, amit tegyük fel, hogy új parkolók nem épülnek, vagy csak a régieket újítják fel, tegyük fel egy-két helyen bővítik, ez nem fogja megoldani a problémát. Tapasztalatban is tudom, hogy például a kislányom, amikor viszem az iskolába, a mellette lévő parkoló minden reggel és délután 4 órakor dugik. De olyan szinten, hogy a
egymás elé állnak az autók, és sokszor nem is tudnak kiállni a már ott várakozó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nem csak új útvonalazók cseréjére van szükség, hanem normális közvilágítása, új parkolóhelyek kiépítésére városi szinten, illetve vannak olyan részei a városnak, akár említhetném itt a Újszászi utat, itt az NHS-től egészen a Nagy Sándor Józsefig, ahol például már a közvilágítás sok-sok könyörgés után elkészült, de viszont járda nincs. Úgyhogy akik leszállnak a buszról, azok kénytelenek az úton végig gyalogolni, és azért lássuk meg, hogy téli időszakban már azért ködös, sötét, esősek az utak, és kamionok közlekednek rajta, szóval életveszélyes. És nem egy ilyen útvonali szónakban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok megoldásra váló feladat van. Hát akkor még bárkinek esetleg letedő gondolatot? Hát a gyalog kislegszónaknak a jelképen, és hát szeretnénk, ha ez is maradna, és nem az lenne, hogy ott mellette ilyen állóautóknak a parkolása. Ilyen koccanásos? Lógók egészítenék ki ezt a gyalogkidot, tehát az a gyalogkid mellé autókkal is közlekedünk, és azokkal is, tehát azt meg kell építeni. Végülis a klímaváltozás hatására lehet, itt már kialakul a Mediterrán vezetés is, végülis a koccanások lássus, amiatt. Én még Lacihoz csatlakozva annyival egészíteném, hogy ugye szolnapról indult el a közvilágítási botrány, az Elios ügye, és én a Tallinn városrépán lakom, és ott már évek óta tartok lakossági fórumokat, ahol az emberek mindig, és ez minden évben visszajövő probléma, hogy a világítás nem jó. Nem jó a közvilágítás a járdában, elbuknak, elesnek, és ez folyamatosan évről évre visszatérő probléma. És nem tudom, hogy fogják-e a városvezetés részéről nézni ezt a kis adásunkat, de én nagyon szeretném őket megkérni, hogy próbálják meg orvosolni ezt, mert tényleg havonta kapok ilyen leveleket, hogy bukdácsolnak az emberek a járdákon, mert nagyon sötét. Akkor ez legyen a végszó a mostani műsorunkban, a KDNP jelszava, volt pártom jelszava az volt, hogy több fényt, akkor jól lenne, hogyha méltóak lennének ehhez a néhez, és több fényt szólnak rá. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, és köszönjük a figyelmet.